Jó reggelt mindenkinek! Igen, jól látjátok, péntek van, és ez az első videó a héten, meg persze egyben az utolsó is. Akik követnek Instagramon, akár engem, akár a Szertárt, azok láthatták, hogy hétfőn és kedden Zánkán, illetve Fonyódligeten voltam az Erzsébet táborban, ahol rengeteg kísérletet csináltunk gyerekekkel, ami eszméletlen jó volt, de nagyon fárasztó. Aztán, amikor visszajöttem Budapestre, akkor be kellett pótolnom azt, ami hétfőn meg kedden elmaradt, úgyhogy csak most van időm nekiállni, videót csinálni. Tegnap egy barátommal a Myers-Briggs típus indikátorokról beszélgettünk, amelyet bármilyen meglepő, Myers és Briggs dolgoztak ki. Ők egyébként anya és lánya, két pszichológus voltak, és Jung munkáit vették alapul ehhez. Lényegében egy pszichológiai kérdőívről van szó, amely alapján az embereket 16 kategóriába lehet sorolni, körülbelül úgy, mintahogy bak, vízöntő, oroszlán, meg a rák tudja, hogy még micsoda. Annyi különbséggel persze, hogy ennek van valami tudományos, pszichológiai, illetve statisztikai alapja is. Valamennyi, mert hogy az évek során elég sok szakmai kritika is rárakódott erre az egészre. Ez persze nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem működne, hanem azt, hogy ezeket figyelembe véve kell az eredményeket értékelni, illetve ezt a módszertant használni. A teszt 4 törésvonal mentén vizsgálódik, és azt nézi, hogy inkább az A vagy a B kategóriába esik-e valami ezeknek a tengelyeknek a mentén. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek közül egyik sem jó vagy rossz. Egyszerűen arról van szó, hogy ki hogyan fogadja be a világot, és ez alapján hogyan hozza meg a döntéseit. Most a szakkifejezésekre nem térek ki, ennek több oka is van. Az egyik az, hogy nem értek hozzá, a másik pedig az, hogy nagyon sok ezek közül nem egészen azt fedi, amit hétköznapi értelemben várnánk tőlük. És éppen ezért feltételezem, hogy egy ilyen szakmai felügyelet nélkül kitöltött online kérdőív eredményei körülbelül annyira lehetnek hasznosak, mint amikor az ember néhány óra googlizás után megállapítja, hogy nekem agytumorom van. Szóval korlátok vannak, de most kitöltök egy ilyen tesztet, mert kíváncsi vagyok az eredményre. Ássunk bele a lelkem legmélyebb titkaiba. Szóval, első, kellemetlennek érzi, hogy bemutatkozzon másoknak. Ez így van. Gyakran annyira elvész a gondolataiban, hogy figyelmen kívül hagyja a környezetét, vagy megfeledkezik róla. Ez is igaz. Igyekszik mielőbb megválaszolni az e-mailjeit, és ki nem állhatja, ha a beérkező levelek postafiókjában rendetlenség van. Ez konkrétan annyira igaz, hogy sosincs olvasatlan levelem, kivéve talán ha alszom, úgyhogy ezzel maximálisan egyetértek. Eddig mindegyiket maxra jelöltem, már ha lenne max meg minimális pontszám. Ritkán tesz valamit puszta kíváncsiságból. Minden puszta kíváncsiságból csinálok. Ön általában erősen motivált és fáradhatatlan. Ha elkap a flow, akkor nagyon tudom csinálni a dolgokat, van, hogy nem alszom, nem eszem, hajtom magam, ezzel maximálisan egyetértek. Az otthona és munkakörnyezete meglehetősen rendezett. Konkrétan örülök annak, hogy nem nagyobb látószögű a kamera, mert itt csak egy ekkora térben kell rendet rakni. Igazság szerint a munkakörnyezet, ha valamilyen munkahelyen dolgozom, akkor az viszonylag rendezett szokott lenni, a lakásom az egy káosz, rendszeresen egy káosz. Úgyhogy csak a munkahely miatt mondom azt, hogy 100%-ig nem értek egyet, hanem ehelyett csak 90%-ig, vagy akárhány százalékig. Na mindegy, értitek. Nem bánja, ha a figyelem középpontjában van. Tudom, hogy ezt nehéz így elképzelni, hogy YouTube csatornát csinálok, de nagyon-nagyon szoktam bánni, hogyha a figyelem középpontjában vagyok, egy élő társaságban nem értek egyet. Inkább gyakorlatiasnak, mint kreatívnak tartja magát. Nem tudom, igazság szerint mind a kettő. Ha most versenyeznie kéne a gyakorlatiasságnak meg a kreativitásnak, én azt mondanám, hogy inkább a gyakorlatiasság nyer egy picit, de tényleg ez ilyen 50-50. Utazási terveit általában alaposan átgondolja. Ez konkrétan annyira nem igaz, hogy úgy szoktam bepakolni egy-egy útra, hogy az utazás előtt konkrétan 3 perccel zárom le a bőröndöt, vagy másfél perccel, és utána még gyorsan visszaszaladok valamiért. Vagy hogy más extrém példát hozzak, megláttam egyszer egy álláshirdetést, és 3 héttel később már Portugáliában laktam. Szóval az alapos átgondolás ez lehet, hogy nem az erősségem, hogyha utazásról van szó, úgyhogy ezzel abszolút nem értek egyet. Gyakran tölt időt irreális és haszontalan, de érdekes ötletek tanulmányozásával. 10 éve csinálom a Szertárt lassan, maximálisan egyetértek. Szívesebben improvizál, mint sem időt töltene egy-egy részletes terv bemutatásával. Szívesebben improvizálok, ez abszolút igaz. Az agya mindig zsong a kidolgozatlan ötletektől és tervektől, folyamatosan. Ha sok ember előtt kell beszélni, akkor nehezen tud kiengedni. Nagyon gyakran tartok előadásokat, de az egy munka, az egy szerep, amit játszok. Ott
Egész biztos, hogy nem értenék egyet ezzel, nem nagyon szoktam szorongani az előadások előtt, de ha természetes közegben magamról kellene beszélni mások előtt, akkor nagyon-nagyon rosszul érezném magam. Megtanultam valamennyire kezelni ezt, de egyetértek azzal, hogy nehezen tudok kiengedni alapvetően. Mindig érdekelték a szokatlan és nem egyértelmű dolgok, mint például könyvek, a művészet vagy a filmek. Ezzel tökéletesen egyetértek. Szociális helyzetekben gyakran vállalja a kezdeményezést. Ezzel nem értek egyet. Ha elkerülhetetlen, akkor inkább kezdeményezek, de ezt nagyon nem szívesen teszem. Úgyhogy nem gyakran vállalom a kezdeményezést. És ez volt az utolsó kérdés, nézzük az eredményeket. Tudós vagyok. Erről jut eszembe, hogy egy volt főnököm mindig azt mondta, hogy tudós az, aki kutató volt, de már meghalt. Ha így nézzük, akkor ez nem sok jóval kecsegtet. Nézzük, hogy ez az INTP minek a rövidítése. Az I az az introvertáltságra utal, szemben az extrovertáltsággal. Az N az az intuitívra utal, mondjuk nem tudom akkor miért nem még egy I, de mindegy, ezzel rövidítik. A T az angol thinkingnek a rövidítése, tehát ez inkább a logikai beállítottságra enged következtetni, de itt lehet is látni ezen a statisztikán, hogy 55% tényleg a határon mozog, tehát valószínűleg, ha néhány helyen pont máshova kattintok, akkor pont nem ez jött volna ki. A P az angol perceivingnek a rövidítése, tehát inkább erre vagyok hajlamos, nem tudom pontosan, hogy kéne fordítani, mint a judgmentre, az ítélkezésre. Tehát inkább megszemlélem a dolgokat ezek szerint, mint ítélkeznék. Hát végigolvastam itt ezt a leírást, amire azt mondanám, hogy abszolút illik rám, de körülbelül ugyanezt érezném bármelyik horoszkóp elolvasása során is. Inkább visszakanyarodnék oda, amit az elején elmondtam, hogy az ilyen online teszteket azért megfelelő óvatossággal kell kezelni, anélkül, hogy mondjuk egy szakember segítségével mentem volna végig rajta, aki különböző egyéb validációs kérdéseket is feltenne, más teszteket is kitöltene. Nem tudom, hogy ennek mekkora jelentősége van, de mindenképpen érdekes volt. Mondjátok el, hogy mi a véleményetek róla odalent kommentben, és iratkozzatok fel a csatornára. Jövő héten visszatérünk a régi kerékvágásba, és minimum 2-3 videó lesz, hétköznaponként reggel 7-kor. Sziasztok!